És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánit Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. Füstölt toka szalonnáról fogunk beszélgetni. A füstölt toka szalonnánk szépen formázott bőrös toka szalonna, természetes húsrétegekkel. Az előkészített toka szalonnát fűszerezzük, pácoljuk és 24 órán át érleljük. Érlelés után kötözzük, majd füstölőbotokra akasztjuk, így főzzük és füstöljük. Kihűlés után a húsos részét édespiros paprikával fűszerezzük, és így úgymond konyhakész a termékünk. Tehát akkor akár azt is mondhatjuk erről a termékről, hogy olyan, mint amit házilag készítünk, nem? Pontosan, ez egy nagyon hasonlít a házi tokaszalonnához. A vásárlók ezt is nagyon szeretik, nagyon közkedvelt termék. Köszönöm. Takás Krisztián Csipi budapesti ultrafutó története következik, ami lényegében a futásról szól. Csipi felnőttként szeretett bele a hosszú távú futásba. Kezdetben sebb tapasznak használta, a 10 kilométeres körök váltak mindennapjai részévé. Ma már több mint 100-100 kilométer fölötti táv van a tarsójában. Legtöbb, amit a futás adhat, hogy minden, amit elért benne, és minden kudarc is csak és kizárólag rajta múlik, mondja a beszélgetésben. És hogy boldoggá teszi a táj, az izmai mozgása, a szél, a hegyek. Persze egy 30 órán áttartó futáshoz arra is szükség van, hogy az ember szeresse önmagát, jó viszonyban legyen saját magával, teszi hozzá. Mi motiválja őt? Miért indul el újra meg újra? Meddig, hány éves koráig tervez futni? Ezekről beszélgettünk Takács Krisztiánnal. Hallgassátok, hallgassák szeretettel! Azért esett rád a választásom, mert nagyon-nagyon szimpatikus elsősorban a stílusa annak, ahogy beszélsz a futásaidról, másodszorban az, ahogy és amennyit futsz. És akkor az első kérdésem az, hogy kicsit mesélj arról, hogy mikor születtél, hol és milyen volt a gyerekkorod. Régen születtem, 74-ben, 47 éves vagyok. Zuglóban, Budapesten születtem, ott gyermekeskedtem 8 évig, utána lakótelepi gyerekként nőttem fel, gyakorlatilag lakótelepi gyereknek vallom magam. Szüleim elváltak, viszonylag hamar ilyen 8 évesen anyámmal meg a hugommal maradtunk, így hármasban, és úgy nagyjából így is nőttem fel ebben a kis hármasban. Általános iskolát így végeztem el, aztán egy elektronikai szakközépet, és akkor utána én gyakorlatilag azóta ilyen 19 éves korom óta így a munkás emberek egyszerű életét élem. És mikor lett része az életednek a sport? Tehát képzeljük úgy el, hogy mondjuk már gyerekkorodban sportoltál valamit intenzíven? Nem. Mindig mozgékony voltam, tehát azt azért fontos tudni, tehát sose voltam otthon ülő, meg sok olyan futó van, aki mondjuk elhízottként kezdett futni, és akkor úgy lett utána kedve, nem, nekem semmilyen, tehát mindig mozgékony voltam, valamit mindig csináltam, a gyerekkoromban járattak úszni, 2 évet birkóztam, de semmi olyan komoly, tehát az ilyen klasszikus, ilyen gyerekkori dolgok voltak, aztán utána felnőtt koromban viszonylag sokat bringáztam, de ezt nem nevezném állóképességi sportnak, tehát nem volt olyan, hogy edzés vagy valami, csak amikor volt kedvem, akkor bringáztam.
Meg azért 25 éve nekem olyan munkám van, hogy folyamatosan talpon vagyok, tehát ilyen napi, attól függ, hogy éppen mennyit, 9-10-12 vagy akár még több órát talpon vagyok, ami azért úgy a futóművet úgy megerősíti, de 35 éves koromban történt ez a dolog, hogy így egyik napról a másikra egy márciusi nap volt egész pontosan, mert akkor most 2010 pont márciusban kezdtem el futni. Igen, most volt. Hát már nem emlékszem pontosan, hogy a hanyadika volt, nincs is jelentősége. Úgyhogy én mindig azt szoktam kinevezni évfordulónak, amikor éppen úgy eszembe jut a dolog, a március 6, március 10, és akkor úgy eszembe jut, hogy na hát most már 12 éve, és akkor igazából ez egy ilyen évforduló, de nincs ennek ilyen fix napja, március elején volt ez. És miért indultál el először futni? Legelőször, amikor elindultam, akkor nekem egy nagyon hosszú, és hát egy hosszú, egy 13 éves párkapcsolatnak lett vége, és nagyon nehéz volt az elválás ebből a párkapcsolatból, és hát úgy fájdalmas volt, és hát valamit kellett csinálni. Hát most mit csináljon az ember? Most legyen öngyilkos, legyen alkoholista, hát ezek nyilván nem voltak egyáltalán nekem lehetőségek, egyáltalán eszembe se jutott. Úgyhogy maradt az, hogy azért valamit úgy az ember valamivel úgy lekösse magát, és így egyszerűen csak így azért, hogy így lefárasszam magam, vagy már igazából ezt így nem is emlékszem erre a folyamatra, hogy miért indultam el először futni, vagy egyszerűen csak így edzeni akartam, nem tudom, de ez így, így lementem, és akkor így heti 4 napot így elkezdtem futni. Hát annyi állóképességem azért volt, hogy úgy ilyen 10 kilométerekkel kezdtem, és én a 10 kilométert azt úgy egyből futni, nem tudom milyen idővel, de hogy az okozott problémát, és én nagyon-nagyon sokáig ezt a heti 4x10 kilométerrel így nagyon jól el voltam, ezeket nyomtam. Aztán egy idő után kezdett el az, hogy már így nem sebb tapasznak használtam ezt a futást, hanem akkor már így úgy gondoltam, hogy hogy akkor én valamilyen szinten azért így futó leszek, így beleéltem magam ebbe az egészbe, amiben hát azóta is benne vagyok. De azért azt tegyük hozzá, hogy az, hogy egyszer lemegy az ember futni, mert van egy problémája, és aközött, hogy heti 4x így lazán lefut 10 kilométert azért, oda mégiscsak kell egy, nem tudom, valamiféle elhatározás, vagy valamiféle, vagy adott az első alkalom egy olyan löketet neked, vagy egy olyan élményt, nem? Én nagyon nehezen szánom rá magam dolgokra, tehát csomó mindent én az ilyen halogatásnak vagyok a mestere, meg így mindenre így későn, meg úgy nem mindig reagálok az élet dolgaira, de ha én egyszer valamit elkezdek, akkor az biztos, hogy akkor azt én úgy komolyan veszem. Mindig is olyan voltam, hogy így, amiben így belefogok, azt utána már csinálom. Lementem ezzel a 10 kilométerrel, nem volt nekem még akkor órám, meg semmi ilyesmi, hanem tudtam, hogy mennyi a 8 kilométer, tudtam, hogy 1 kilométer lábája, csak odafutottam, ott körözgettem, és utána hazafutottam. Ebben az időben, amikor így a heti 4 alkalommal a 10 kilométert futottad, akkor volt olyan, hogy készültél rá, bemelegítettél, nyújtottál, hogy frissítőt vittél magaddal, hogy követted ezt esetleg, hogy mennyi idő alatt teszed meg, tehát voltak ilyen ellenzéseid egyáltalán? Lementem, nem melegítettem be, nem csináltam semmit, fölvettem otthon, még futócipőm sem volt, egy ilyen sima sportcipőt fölvettem, legalopoztam a futópályára, ott futkoráztam körbe, és utána hazamentem. Tehát itt semmi, tehát abszolút semmi. Tehát ezekkel a 10 kilométerekkel, ez nekem egy ilyen napi rutinná vált. Akkor a heti 4x10 után elindultál egy maratonra? Igen, futottam ezeket a heti 4x10-eket, és akkor úgy voltam vele, hogy valami célja legyen a futásnak, ne csak így céltalanul futkorászak, és arra gondoltam, hogy futok egy maratont. Azt se tudtam, hogy hány kilométer, azt megnéztem az interneten, hogy 42 kilométer, és akkor úgy számoltam, hogy én azokat csak a 10-eket futottam, és én úgy éreztem, hogy szerintem ez így menne. Tehát így nyilván nem tudja az ember, hogy milyen 4x annyit. És egyszer kíváncsiságból kipróbáltam, hogy milyen 20 kilométert futni. Tehát így úgy mentem oda a maratonra, hogy egyszer futottam 20 kilométert, és amúgy az nem ment olyan jól az a 20 kilométer, hogy most nekem olyan nagy arcom legyen, hogy a következő lépés a maraton legyen, de úgy matekoztam, hogy tudtam, hogy nagyjából mennyi idő alatt futom le a 10 kilométert, és akkor úgy voltam vele, hogy
majdnem biztos voltam benne, hogy hát 5 órán belül valahogy biztos, hogy végigérek, és hogy ha nagyon jól menne, akkor 4 óra körül. És így indultam el, odaálltam. Nyilván a budapesti spármaraton volt az első, mert hát ugye az a legismertebb. Odaálltam a rajtra ezekkel a 10 kilométerekkel, és én azt megkönnyeztem azt a pillanatot, amikor ott álltunk, hogy ott az a hatalmas tömeg, és akkor az a csomó ember mind ugyanazért a célért odaáll a rajtba, hogy az a közösségi erő nekem az egy nagyon nagy élmény volt. Azt a mai napig nem felejtem el, megkönnyeztem meg. Előtte egy héttel vettem egy normális futócipőt, hogy azért akkor már egy maratont az ember már normális futócipőbe fusson le. És egy ilyen esős nap volt, és lefutottam bőven 4 órán belül, és egy ilyen katartikus élmény volt célba érni, de valahogy én már akkor azt éreztem, hogy az nem egy ilyen végcél valaminek, mert csomó ember az van, hogy lefutottam maratont, és akkor ez így, akkor így kielégül. És nekem nem ez volt, hanem hogy így tudtam, hogy így menni fogok tovább. Biztos voltam benne egyébként. Mielőtt tovább mennénk, mikor gondoltál először úgy magadra, hogy igen, én futó vagyok? Hát nem tudom igazából, ez egy jó kérdés. Tehát igazából, hogy most már biztos, hogy úgy van, hogy így futó vagyok, igen, mert már nem csak egy ilyen hobbi, hanem hogy annyi történés ért, meg annyi minden történt velem, nem is csak maga az, hogy a nettó futás, hanem az azzal kapcsolatos dolgok, találkozások, barátságok, stb. Hát nem tudom ezt neked megmondani. Szerintem, hogy az első maratonom környékén már úgy visszanézve akkor még nem voltam futó, de akkor már úgy lehet, hogy úgy gondoltam, hogy akkor én már így futónak tartom magam. Szerintem akkor már úgy annak tartottam magam. És ehhez a maratonhoz képest az első mondjuk 100 kilométer, az mennyivel volt nehezebb, vagy mennyivel készültél rá tudatosabban? Soha nem készültem tudatosan, tehát az, hogy így heti 4x10 kilométert futottam, ennél komolyabb edzés módszerem, vagy ennél jobb minőségű edzés tervem azóta sincs, hát nyilván többet futok azért hetente, de most is csak az van, hogy van egy adott mennyiség, amit lefutok egy héten, és akkor ezt így mindig tartom. És akkor ennek megfelelően nekem soha nem volt az, hogy így valamit így nehezebbnek érzek, mert hogy mindent, amit, tehát mindig úgy választottam azért célt, hogy tudom, hogy azért hol tartok, és akkor azt mindent meg tudtam mindig csinálni, maximum nem olyan jól sikerült, mint ahogy mondjuk elvártam volna magamtól, de hogy nem volt az, hogy most mondjuk az első 100 kilométeremet, vagy az első 12 órásomat, hogy azt ilyen nehezebbnek éltem volna meg mondjuk, mint a maratont, hanem ugyanúgy egy ilyen következő lépcsőfok volt, akkor mentem rá, amikor úgy odaértem, hogy most itt vagyok, és most ez a következő feladat. De akkor ezt értsem úgy, hogy te mai napig edző nélkül készülsz fel a több órás versenyekre? Persze, hát ez teljesen evidens. Egyszer egy általam nagyra tartott edzőnek kipróbáltam, hogy milyen edzővel futni, de nem azért, mert én edzőt akartam, hanem csak ki akartam próbálni, hogy milyen ez az, hogy az ember így edzővel fut, mert szerintem nekem az ilyen, ebben az egész futásban az a legnagyobb élmény, hogy minden, amit elértem, vagy amit nem értem el, azt csak és kizárólag magamnak köszönhetem. És ha most lenne egy edzőm, tehát nem az lenne a baj, hogy most meg kell osztanom vele mondjuk a dicsőséget, hanem hogy nem érezném azt, hogy ez csak és kizárólag én vagyok. És ezért nem volt, mondom ezt a 2 hónapot leszámítva, amit kíváncsiságból kipróbáltam, hogy bele tudom-e hajtani a fejemet egy ilyen kötelezettségbe, azt leszámítva nekem soha. Hanem volt zöm, és nekem ez így fog maradni. És azért én tudom, de hogy a hallgatók is tudják, hogy azért mégiscsak te egy milyen klasszisú futás vagy, hány és milyen versenyen vagy túl? Úgy esetleg, ami neked nagyon fontos, azokról beszélj inkább. Hát én nem szoktam ezeket versenynek tekinteni, hanem inkább úgy szoktam mondani, hogy nekem szeretem ezt a szót, hogy esemény. És akkor abban minden belefér, tehát az is belefér, hogy mondjuk tök egyedül elfutok A-ból B-be,
vagy. Tehát nem mindig az versenyek a nagy kihívások. Hát 100 kilométer fölötti távom az már, hát nemrég összeszámoltam, vagy tavaly előtt összeszámoltam, akkor ilyen 80, hát szerintem most már ilyen 100 darab körüli 100 kilométer fölötti távon van, vannak 200 fölöttiek is. Nem jegyzem úgy, hogy most így darabra hány darab, hát minden hétvégén futok valami hosszabbat, az most, mit tudom én, olyan 40-től, 40 kilométertől fölfelé, tehát igazából egy maratoni távszinten hétvégén megdobom. És ahhoz, hogy ezeket meg tud csinálni, heti hány alkalommal is mennyit teszel bele? Jelenleg egyetlen egy edzés. Pontosabban igazából nem is egy, hanem ez valójában ez több, de a gerince az egyetlen egy edzés tervem van, az pedig az, hogy heti 70 kilométernek meg kell lennie. Tehát ez a 70 kilométer, ettől valójában majdnem mindig többet futok, de ez a 70 kilométer az, amit tudom, hogy az bármikor tudom tartani. Tehát, hogyha mondjuk előző hétvégén mondjuk volt egy Balatonköröm, ami mondjuk 220 kilométer, a következő héten valahogy a 70 kilométert akkor is össze tudom szedni. Tehát nekem ez így nagyon jó, hogy azt a távot, azt így mindig tudom tartani, és akkor az a 70 kilométer az mindig másmilyen leosztásban van. Rendszerint úgy, hogy hétköznap futok, hát mondjuk minimum kétszer 15 kilométert, és akkor a hétvégére marad egy 40-es, vagy valami hasonló leosztásba, hogyha mondjuk nagyon fáradtak a lábaim, akkor inkább azt csinálom, hogy akkor több rövidet futok, de hogy az a 70 kilométer, ez mindig tartható, ez nekem teljesen bevált. És kérlek, ne mondd azt nekem, hogy sose indulsz úgy el, hogy jaj, most nincs kedvem. Szóval, hogy ne mondd azt, hogy mindig úgy indulsz el, hogy alig várom, hogy elinduljak. Nem, hát nem, hogy ilyen nincs, hanem például a téli időszakban, mivel hogy a munkám is olyan, hogy azért nagyjából olyan 5 után érek haza, tehát már sötétben érek haza, tehát én télen mindig sötétben futok, és én imádok éjjel futni, de azért amikor, hát ez benne a legnehezebb, hogy ugye mikor mondják azt, hogy jaj, Csipi, hát én vigyellek ezért, vagy hogy milyen jó, hogy te ezt meg tudtad csinálni, meg hogy vannak esetleg rossz indulatú irigyeim, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ne azt irigyeld, hogy mondjuk, hogy amit én elértem, vagy amit én sikerként élek meg, hanem azt irigyeld, amikor melóból hazajövök, lezuhanyzok, mert ugye a melóm az koszos, lezuhanyzok, ülök a meleg lakásban, kimászok a meleg kádból, és akkor nem a meleg vacsora elé ülök le, hanem fölveszem a futóruhát, és megyek ki esőbe futni, mondjuk plusz 2 fokba. Azt irigyeld. Mivel biztatod ilyenkor magad, vagy mit mondasz magadnak, hogy miért indulj el, vagy hogy beszéled le azt a hangot, amelyik azt mondja, hogy ó, inkább mégis vacsoráz? Vagy nem kell már alkalmazni? Hát egyrészt ugye ez a 70 kilométeres edzésterv azért megengedi azt, hogy esetleg azt mondjam, hogy ma nem. Tehát, hogy ma annyira rossz ma, hogy ma nem. Amúgy ez nagyon ritkán fordul elő. Tehát ez nagyon-nagyon ritkán, hogy azt mondom, hogy na, ma nem. Ha nem, akkor inkább holnap futok, pedig bárra terveztem. Tehát egyrészt ez megvan, ez a menekülési lehetőségem. Másrészt, ha nagyon más nem, akkor tudom, hogy ez az ára annak, hogy mondjuk a hétvégi hosszúakat tudjam teljesíteni, vagy azokat a kihívásokat, amik nekem örömöt adnak, azokat meg tudjam csinálni. Tehát ez ugyanolyan, mint a munka, hogy ahhoz, hogy tudjál egy valamilyen életmódot, egy egzisztenciát fenntartani, ahhoz, hát van olyan dolog, hogy olyan dolgot kell tenni, ami lehet, hogy éppen ma nincs hozzá kedvem. Ez a másik, ami például erőt ad. Meg az is, aki fut, az szerintem tudja, hogy igazából addig rossz, amíg kilép az ember a küszöbről, tehát az az egyetlen egy rossz lépés, amikor kilép a küszöbön, onnantól már jó, vagy legkésőbb egy kilométer múlva már bemelegszik az ember, akkor már utána már elmúlik az az érzés, hogy nem akarok elindulni. Tehát, hogyha elindul az ember, akkor már, akkor már, tehát soha nincs az, hogy az egész futás szenvedés, meg egy versenyszervezővel beszéltük, és akkor világosodott meg bennem, hogy ha már soha
már semmilyen motivációt nem fogok találni, akkor egyetlen egy dolog még mindig motiválni fog, az pedig az irigyeim, hogy nehogy ők nyerjenek, tehát hogy nehogy, nekik nehogy boldogságot okozzak azzal, hogy mondjuk nem futok. És akkor aki mostanig hallgatta, az azt gondolhatja, hogy hát ez egy önkínzó ember, de valójában nem, mert hogy egy csomó mindent ad a futás. Neked mit ad? Hát nagyon fontos, hogy semmiképpen nem önkínzó, mert lehet, hogy mondjuk a mai futás, vagy a holnapi az, de hát azért annyira hülye nem vagyok, hogy a mérleg az negatívban legyen. Tehát az nagyon-nagyon fontos nekem, hogy többet kapjak, mint amennyit beleteszek. Tehát ez a futás alapvetően egy nagyon igazságos, tehát hogy annyit veszel ki, mint amennyit beleteszel, de azért inkább többet. Tehát hogyha azt érezném, hogy folyamatosan csak pakolom bele az energiát, és nem tudok ebből az egészből építkezni, akkor azért én ezt rövid időn belül abba hagynám. Úgyhogy, hát hogy mit ad? Mit ad? Hát ez szerintem most az adásidő erre bőven kevés lenne, hogy mit ad. Hát legelső sorban szerintem, amikor az emberek elkezdenek futni, tehát így mondjuk ilyen 30-40 évesen elkezdenek futni, szerintem legelső sorban sikerélményt ad. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most a sikernek mi a mérőszáma? Hát most manapság például akár egy a lájkok is a mérőszáma. Tehát az ember szereti, hogyha megsimogatják a buksiját, hogy ma is jó voltál. Úgyhogy szerintem a legjobb, amit ad, az szerintem a siker, hogy viszonylag hamar és viszonylag könnyen sikert elérni önmagunk szemében, önmagunknak nagyobbá válni. Tehát nekem ez a sikerélmény, ez mindenképpen. Persze emellett, hogy ki mit fut, ha mondjuk valaki mondjuk erdőbe, tehát terepen fut, akkor nyilván, hogy a természetnek a szépségét, ha valaki mondjuk közösségi futó és folyamatosan szeret társaságban futni, annak nyilván a társaságot, az ismerettséget, akkor aki például nagyon egyedül szeret lenni, mert ugye nagyon ritkán vagyunk, Isten, teljesen egyedül, tehát az nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki tök egyedül van, tehát mert vagy a tévé előtt ül, vagy a családjával van, vagy a telefon nyomkodja, de hogy úgy tényleg tök egyedül legyen, például ezt is tudja adni a futást, hogy végtelenül egyedül lenni mondjuk egy 30 órás futáson, amikor mondjuk 30 óra alatt találkozik az ember, ez rengetegszer előfordult velem, két emberrel találkozol 30 óra alatt, azért azt nagyon ritkán tudod megélni az élet más területén. Nem félsz olyankor? Mármint, hogy az erdőben egyedül, és a 30 óra alatt minimum egy 6 óra sötét is van, nem? Hát jóval több sötét van, hála a jó Istennek, én imádom a sötétet meg az éjszakát, tehát olyankor ez az egyedüllét érzés, ez még intenzívebb tud lenni, mert nekem ez az egyik legnagyobb élményem. Félnivaló, hát magyarországi erdőkben mondjuk az egyetlen félnivaló az a kullancs, hát azt most úgyse tudja az ember elkerülni. Itt más félnivaló az egyetlen, amitől még lehet félni, az esetleg önmagunk. Tehát az, hogy sok ember ugye akkor adja fel ezeket a végtelen hosszúnak tűnő futásokat, amikor egyedül marad. Tehát vannak, akik például nem tudnak egyedül futni, szerintem azért, mert nem szeretik eléggé magukat. Hát most bármit csinálsz, tehát elmész moziba, vagy leülsz borozni, vagy bármit csinálsz, azt kivel szereted csinálni, akit szeretsz, nem? Tehát akivel jóba vagy, akivel jól kijössz. Na most, ha egyedül vagy, akkor valójában egyedül vagy, tehát önmagaddal vagy. Tehát olyankor nem magányos vagy, hanem önmagaddal. És ha nem szereted eléggé önmagadat, akkor ezt nem bírod elviselni egy idő után a saját gondolataidat. Úgyhogy ezért adják fel, mert egyszerűen egy elviselhetetlen emberrel vannak összezárva önmagukkal. Érdekes, amit mondasz. 30 órához kell vinni valamiféle frissítőt is, vagy egyáltalán vizet, vagy ezt hogy oldod meg, és hogy tanultad ezt meg, hogy épp mi az, amire szükséged van neked egy ekkora futáshoz? Hát ezek technikai részletek, ezt az ember, ha mondjuk valaki olyan, hogy mondjuk
nyitott arra, hogy mondjuk futós könyveket olvas, vagy futós internetes oldalakat, vagy esetleg van edzője, vagy vannak tapasztaltabb futók a közelébe, akkor ugye ezeket így össze lehet mazsolázni, ezeket az infókat. Mivel hogy viszonylag jó nagy hatékonysággal így kerültem ezeket a dolgokat, így hát a saját, hát így mondom, hogy a káromon tanultam meg, hát azért ez a 100 darab, 100 kilométer fölötti táv, azért megtanulod. Tehát egy idő után, hogyha ötször rácsukod a kocsi ajtót a kezedre, akkor hatodszorra elveszed onnan. Tehát így kitapasztaltam a dolgokat. Hát most már ott tartok igazából, hogy már nagy meglepetés nem tud érni. Tehát hál' Istennek, hogy annyi tapasztalatom van, hogyha mondjuk holnap azt mondanád nekem, hogy kell futni mondjuk, mit tudom én, 150 kilométert mondjuk a Mátrában, akkor én szépen összepakolnám a kis motyómat, és így igazából semmit nem hagynék otthon, tudnám, miből mennyi kell, tudom, hogy milyen időjáráshoz, milyen ruha kell, milyen tartalékruha kell. Tehát ez egyszerűen csak a rutina nagy számok miatt. Hogy mennyi időre volt szükséged ahhoz, hogy megismerd a tested, meg egyáltalán képességeid, vagy inkább az akaratod vitt előre mindig minden körülmények között? Tehát én úgy érzem, hogy hihetetlen vas akaratod van. Tehát, hogyha eldöntöd, hogy a 100-at te lefutod, akkor ott nincs kérdés, nem? Én azt gondolom, hogy vannak nálam erősebb akaratú emberek. Talán az átlagtól azért erősebb akaratú vagyok, de azért vannak tőlem, tehát így meg tudnak lepni emberek, hogy amikor azt hiszem, hogy én, ahogy mondtad, hogy vasakaratú vagyok, hogy ettől még vannak keményebb emberek, akik így kevésbé tudnak mondjuk elgyengülni. Nekem talán ami így erősségem az, hogy én tudom élvezni azt, hogyha valami nehéz. Tehát például egy olyan verseny, mondjuk legyen egy tetszőleges 100 kilométeres verseny, ott mondjuk végzek, mondjuk most mondok egy számot, mondjuk 12. vagyok, de hogyha ott van valami nagyon nehéz extra körülmény, mondjuk időjárás, vagy terepviszony, vagy bármi, akkor előrébb végzek, tehát hogyha nekem minél nehezebb valami, az az én erősségem, hogy így az ilyen extra nehezítő körülmények, azok nekem azok inkább erőt adnak, tehát hogy semennyire sem tudnak ezek lenni, hanem inkább azt érzem, hogy fú, na, ha ezt megcsinálom, akkor az nekem egy ilyen plusz élményt ad, hogy ezt is megcsináltam, annak ellenére, hogy például hányan föladták, vagy például hányan el se indultak volna. Mennyit veszel az idődből, mert azért munka mellett, párkapcsolat mellett, meg egyáltalán? Nagyjából tudom, nem számolom, de azért nagyjából tudom, hogy mondjuk évi 5000 kilométert futok körülbelül, most az plusz-minusz 500 kilométer, de mondjuk nagyjából 5000 kilométer, az mondjuk heti 100 kilométer. Hogyha most azt úgy számolom, hogy mondjuk milyen tempóban futok, meg ugye futok hegyen, az nyilván lassabb, stb., de mondjuk, ha csak egy simán végigfutom a hetemet, amennyit akarok, az mondjuk 70 kilométer, mondjuk legyen 7 óra, legyen a 100 kilométer, legyen 10 óra, most csak így nagyon nagyjából mondom a számokat. Szerintem, hogyha bárki bármilyen életmódot folytat, bármilyen családja van, munkája, szerintem heti 7 órára, önmagára kell, hogy legyen idő. Egy barátom mondta jól, hogy az emberek napi átlagban meg lehet nézni a telefonon, mennyit nyomkodják a telefont, 2-3 órákat nyomkodják a telefont. Most, hogyha abból a napi 2-3 órából csak egyet elmegy futni, akkor már futott 70 kilométert azon a héten. A 70 kilométer, az itt az én példám is, hogy az bármire elég. Tehát egy maratonhoz, bőségesen. Rengeteg mindennel lehet időt spórolni, például az ember, ha úgy van jó, ez nem mindenkinek lehetőség, de mondjuk munkába befutni, munkából hazafutni, vagy például bringával járni dolgozni, mint keresztedzést. Szóval az, hogy alapvetően igen, ez egy időigényes valami, de lehet ezt a dolgot másképp is nézni, vagy másképp is csinálni.
Szerintem ez volt eddig a életemben a legmeggyőzőbb érv, hogy miért kell neki fogni, vagy miért érdemes neki fogni egyáltalán bármit mozogni. Van-e kabalád, amit mindig magaddal viszel, vagy valami szokásod, vagy bármi rituáléd, vagy valami, ami csak a tied, így a futáshoz kapcsolódóan? Hát így ilyen nagyon kabalám, vagy ilyen konkrétumom nincs. Tehát ami, hogy mondjuk valakinek ismerek olyat, akinek van egy misa mackója, és akkor azt a vizé a farzsebével hordja, ilyen nincsen. Viszont mivel, hogy 12 éve csinálom, és már azért azt nem azt mondom, hogy unalmas, de mondjuk valamikor már ugyanazokat a köröket futja az ember, már úgy értem, hogy például a téli hétközi edzéseken, vagy valami, akkor azért így tud unalmassá válni a dolog, és akkor olyankor ilyen kis fűszer lehet az, ami mondjuk hétköznap mondjuk annyira nem bevethető, de mondjuk én szoktam ilyen, hát ilyen, nem tudom mi a jó szó erre, ilyen polgárpukasztóan öltözni mondjuk versenyeken, tehát ilyen rózsaszín cipőbe, rózsaszín nadrágba, vagy mondjuk ilyen marha viccesnek tartottam, hogy 45 évesen megnöveztem, és szőkére festem a hajamat, meg ilyenek. Tehát ezzel így igazából ilyen, hát ez nem kabala, hanem csak ilyen móka, vagy valami. Tehát így megfűszerezi, megszínezi azt, amit az ember csinál, mert hát most miért ne tudnánk jól érezni magunkat, vagy nevetni, vagy akármi hasonló. De így konkrét kabala nincsen, de ezzel én így elég jól elszórakoztatom magam. Mi a kedvenc pályát, vagy hol van a kedvenc? Melyik az a hely, ahol a legszívesebben futsz? Hát nyilván vannak azért olyanok, hogy például egy Börzsönyt, azt nagyon szeretek, ez egy vulkanikus hegység itt Magyarországon, és hát sokak szerint, meg hát szerintem is mondjuk a legnehezebb terep, a Mátrát is nagyon szeretem, az is nehéz terep, inkább a nehéz sokszintes terepeket szeretem, meg a vadregényesebb erdőtájakat, tehát ahol nincs annyira kiépült infrastruktúra, ezért szeretem a Börzsönyt különben a legjobban, mert talán az a legvadregényesebb helyünk. De amúgy én bárhol futok, tehát nekem, ha mondjuk nagyon unalmas helyen futok, tehát olyan helyen, ahol mondjuk nagyon ingerszegény, akkor tudok odafigyelni a futásra, mint mozgás formára. Tehát engem boldoggá tud tenni, például maga csak a mozgás is. Tehát az, hogy így futok, és így teszem az egyik lábamat a másik után, és így hajlanak az ízületeim, hogy leng a kezem, meg így suhan a szél. Ezek is, hogyha semmi más nincs, akkor ez is boldoggá tud tenni. Nyilván egy terepfutás, főleg, hogyha szép fejen fut az ember, akkor ez egy plusz élményt ad. Viszont pont ezért az aszfaltos ultratávokat én valahogy így nem az, hogy többre tartom, csak szerintem mondjuk 220 kilométert futni mondjuk a Balaton körül, aminek egy jelentős hányada egy nagyon-nagyon unalmas, így ilyen sima családi házas utcákban zajlik. Azt én valahogy többre tartom, mert ott sokkal jobban kijön az, amit már korábban mondtam, hogy így önmagunkkal kell lenni. Tehát, hogy nem nagyon van látnivaló, nem nagyon van csicsergő madarak, csobogó patak, nem nagyon változatos a terep, nem kell fölfelé menni, nem kell lefelé menni, nincs szép panoráma, hanem sokkal jobban csak mi vagyunk, és ez miatt, hogy mentálisan ez nehezebb, ez miatt sokkal inkább tartom sportélménynek az ilyen aszfaltos ultrákat, a terepes ultrák pedig, amellett, hogy nyilván azok is kiemelkedő sportélmények, de azok azért egy ilyen, nem tudom mi a jó szó erre, hát az, hogy ezek ilyen outdoor élmények, és hogy ezt a természetet így pluszban még ad, az miatt szerintem, ez csak az én véleményem, szerintem mentálisan azért könnyebb. Vége felé közeledve, mi a legnagyobb célod, vagy van-e valami olyan, amit úgy nagyon szeretni, mondjuk spartatlon, vagy tudom is én bármi? Nem, nincsenek. Nekem soha nincsenek. Tehát, hogy jó, nyilván vannak. Tehát vannak célok, tehát, hogy
300 kilométert menni mondjuk a Börzsönyben, vagy vannak. Nincs. Én nekem az a egyrészt mindig a következő hétvégére gondolok. Nyilván, hogyha van távolabbi verseny, akkor az is eszembe jut, eszemben van, meg akármi, de inkább mindig a jelenre gondolok, meg így a következő hétvégére, a következő napra. Én nem nagyon szeretek előre sem tervezni, sem pedig gondolni. Hát ami, hogyha ilyen nagy terv, az országos kék túrát, azt úgy szeretném úgy egyben megcsinálni, az 1160 kilométer. Nyilván azt nem nevezem már futásnak, mert nyilván nem fut az ember 1160 kilométer terepen, hanem hogy úgy azt úgy, hogy elindulni, és akkor ez az induljel egy úton. És így fölvenni a kis hátizsákomat, egy derékaljat, egy hálózsákot, némi készpénzt, és elindulni az egyik végéből a másik felé, és hogy mondjuk 2 hétig csak így bandukolni, futogatni, megaludni, hogy így ezt az egészet, hogy mennyi idő alatt lehet ezt megcsinálni, meg hogy egyáltalán meg lehet-e csinálni ezt nekem így egybe, mert volt már, aki megcsinálta, de hogy például nekem meg lehet-e. Ez egy ilyen nem terv, de egyszer biztos el fogok rá menni, tehát így megvan már ez az igazoló füzet, és így mindig ránézek, és mostanában egyre sűrűbben nézek rá, és hogy ez így nem tartom tervnek, de tudom, hogy egyszer el fog jönni az a nap, hogy azt mondom, hogy indulás. Apropó, erről jut eszembe, hogy van olyan, hogy egy ilyen kis, mondjuk úgy szentélyed, ahová kiteszed az érmeket, meg befutó, meg satöbbiket, tehát ilyeneket, van ilyened? Igen, van egy seprűnyél, arra van felhúzva az összes érmem. Nagy becsben vannak. Igen, úgy igen. Tehát nem az a lényeg, hogy mire vannak felhúzva. A seprűnyél az csak egy eszköz, meg igazából az összeset eltakarja már. Tehát a seprűnyélből már csak a két vége látszik ki. Tehát nem maga. Tehát a seprűnyél az csak egy eszköz, meg egy Kazinci 200-as teljesítői pólóra van föltűzve az összes jelvénynek kitűző, amiket teljesítménytúrákon kapunk. Hanem inkább az meg bennük a jó, hogy szem előtt vannak, tehát mind a kettő a nappaliban van, és így szemmagasságban, ami azért jó, mert hogy az ember azért elfelejt eseményeket, meg történéseket, és amikor odaáll így az érmek elé, tehát akkor tényleg egyáltalán nem az jár az eszembe, hogy fú, mennyi érmet megszereztem, meg fú, mennyi jelvényem van, teljesítői jelvényem, stb. Hanem, hogy így megállok előtte, mondjuk egy percre, és akkor így kiszúrok magamnak így egyet, és akkor ránézek, hogy mondjuk nyárutó 15 az volt a neve mondjuk egy teljesítménytúrának, és akkor eszembe jut, hogy kivel találkoztam ott, és ez sose jutna eszedbe, hogyha nem lennének meg ezek a kis vackok, ezek az értéktelen tárgyak, ezek így emlékeztetnek arra, hogy mi történt akkor. Én szeretem ezeket a kis emléktárgyakat, meg így megnézni, néha megérinteni, mert akkor így előjönnek újra azok az emlékek, amik akkor történtek. És még valami eszembe jutott a záró kérdés előtt, hogy sose volt egyetlen egyszer sem, amikor azt mondtad, hogy kész, ennyi volt, elég volt, feladom, nem bírom tovább, túl sokat veszel tőlem, elfáradtam, bármi. Tehát soha egyszer nem. Sem. Olyan volt, például nagy hó miatt, vagy elhibázott útvonalválasztás miatt, vagy egyszer atomrészeg voltam, és másnaposan mentem el. Tehát ilyen olyan volt, hogy nem értem be szintidőn belül, olyan előfordult, mert mondjuk olyanok voltak a körülmények, vagy én voltam olyan állapotban. De hogy én valamit így abba hagyjak, olyan nem volt. Tehát, hogy valamiről azt mondjam, hogy kész, ahogy mondod, hogy kész, vége, ennyi, és nincs tovább. Hogy nem, mert ennek több oka is van, hogy miért nem volt. Az egyik az, hogy úgy vagyok vele, hogy ez egy ilyen varázs, hogy egyszer kell meg, hogyha egyszer feladok valamit, akkor utána már sokkal többet, mert ha soha nem adtál fel semmit, akkor a következőt is megcsinálod, mert azt mondod, hogy hát soha nem adtam föl semmit, akkor most ezt sem fogom. Ha már egyszer feladtál valamit, akkor már utána a következőt, azt már sokkal könnyebben fel fogod adni, mert nincs meg ez a varázs, ami megtörjön. Ez az egyik, ami miatt nem adtam fel. A másik, az azért nem adtam fel így soha semmit, vagy nem szálltam ki soha semmiből, mert amikor elindultam, akkor is tudtam, hogy, 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 hogy,
hogy lesznek nehézségek, és ezért nem ér meglepetésként az, hogy mondjuk például mondjuk holdpontra kerülök. Tehát volt olyan mondjuk egy Kazinczi 200-on, hogy 60 kilométer után, ami nem egy nagy táv, 60 kilométer után olyan holdpontra kerültem, hogy 7 óra alatt tettem meg 21 kilométert. Jó, nehéz terep, de akkor is az nagyon durva volt. És nem szálltam ki, mert tudtam, hogy nincs az a mély holdpont, amiből ne lehessen kijönni. Hanem szépen mentem, vagy leültem, volt, ahol 20 percet ültem, mert tudtam, hogy ez nem tudhat örökké ez a nyomor, ami most itt velem történik. És így is történt, utána összeszedtem magam, és mentem tovább. Tehát tudja az ember, hogy lesznek olyan nehézségek, lesznek baromi nagy nehézségek, de arra föl kell készülni előre fejben. Meg tudni kell, hogy alapvetően tudom, hogy erre én képes vagyok. Ezt tudnia kell az embernek, hogy hol tart, hogy hol a helye. Soha nem választottam pont ezért túlságosan nagy kihívást magamnak, hanem olyat választottam, amiről tudom, hogy ezt meg kell tudni csinálni. Tudom, hogy meg tudom csinálni, maximum nem jön össze olyan jól, vagy annyi idő alatt. És ezért, amikor oda kerültem, hogy nem megy, nem tudom, akkor tudtam, hogy az csak azért van, mert most ezt gondolom. Mert tegnap azt gondoltam, hogy ezt meg tudom csinálni, akkor meg tudom csinálni. Most ezt gondolom, hogy nem tudom megcsinálni, az azért van, mert most rossz. Tehát mindenképpen meg tudom csinálni. Menni kell tovább. És hogyha nem úgy teljesítettél, ahogy elvártad magadtól, haragudtál magadra? Semennyire. Tehát én soha nem most... Tehát nem emlékszem olyan, biztos volt, de nem emlékszem olyanra, hogy olyan volt, hogy ezt elrontottam. Tehát, hogy mondjuk rosszul frissítettem, vagy mondjuk nem volt jó az erőbeosztás, vagy bármi. De olyan, hogy most én hogy csalódott legyek magamban, nem, szerintem nem. Én úgy vagyok vele, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül. Hogy nem szoktam ilyeneken így rágódni, meg visszafelé. Tanulságokat levonok. Tehát, hogyha mondjuk valamit elrontottam, akkor így végig gondolom, hogy ezt miért rontottam el, vagy mit hibáztam, vagy hogy legközelebb hogy kéne. De nem, soha nem bántottam magam ez miatt szerintem, meg hát miért is tenném? Tehát ez egy játék, meg ez egy móka, tehát nem, ez nem egzisztencia, meg ez nem család, ez nem olimpikon vagyok, hanem ez egy hobbi. Tehát, hogy nem jött össze úgy, akkor nem jött össze úgy, majd legközelebb összejön úgy. Biztos eljutok a lezáró kérdésemhez is, de még egy kérdés eszembe jutott, hogy tudod azt, hogy milyen sok embernek motivációt adsz, vagy... erősíted abban, amibe belefogott, vagy aminek nekifogott, és hogy jó érzés ez? Hát nyilván jó érzés, tehát ki az, aki nem szereti, hogyha figyelnek rá, vagy ki az, aki nem szereti, hogyha mondjuk szeretik. Azt gondolom, hogy nagy képviselő nélkül, hogy valamennyire így tényező lettem a hazai futásban, amire én hát nem büszke vagyok, lehet, hogy büszke vagyok, jól esik, mindenképpen jól esik. Nekem ennek egy kicsúcsosodása volt, hogy tavaly egy a Suhany Alapítványnak, ami egy fogyatékkal élőknek a sportolási lehetőségeinek a segítésén, tehát elsősorban leginkább mozgás- és látássérült futóknak a sportolási lehetőségeinek a javításán dolgozó alapítványnak, ők mindig szerveznek a Berlin Maratonra futást, látássérült és mozgássérült futóknak, és ezekre általában gyűjtenek guide-okat, tehát segítőket, akik kísérik ezeket a futókat, és ennek az a feltétele, hogy adománygyűjtést kell indítani a Suhany Alapítvány részére, és én tavaly ebben részt vettem, és hát én egy elég nagy összeget vállaltam, amit össze fogok gyűjteni, ez egy 1 millió forint volt akkor, ez ennyit soha senkinek nem sikerült, és nekem ezt 72 óra alatt sikerült összegyűjtenem. Hát ez nem az én pénzem, hanem azoknak az embereknek a pénze, akik engem követnek, vagy akik engem mondjuk esetleg nagyra tartanak, vagy szeretnek. Nekem ez volt a kicsúszosodása annak, amit beszél, hogy tudom-e, hogy mennyi embernek motivációt adok, hogy ez egy kézzelfogható, hogy amikor az emberek a pénztárcájukba nyúlnak, nem értem, hanem egy jó ügyért, de az én hívószavamra. És nekem ez mutatta meg azt, hogy az a sok marhaság, meg ez a pojácáskodás, meg a rengeteg ez a
rendkívül önző tevékenység, mert ez az ultrafutás egy nagyon-nagyon önző tevékenység, önző és öncélú, hogy ez mégis lehet közcélú, tehát hogy ezt lehet jó dologra fordítani, minél többet adni, minél több embernek. Persze nem mindig tudok, meg nem mindig jól csinálom, de hogy így mindig igyekszek jó dolgok mögé beállni, adni is, hogyha már ennyit kaptam ettől a sporttól, akkor ezt így visszatudni, és mondjuk mások is profitáljanak abból, amiből én már annyit profitáltam. Eljutottunk a befejező kérdéshez. Mit gondolsz, hány éves korodig fogsz futni, vagy hogyan tervezed? Nem tudom. Tehát holnap biztos, hogy futok egy kint a Omszki tónál egy maratont, az biztos, hogy futok, tehát holnapig biztos. Hát én azt gondolom, hogy volt egy olyan kérdésed, hogy mióta tartom futónak magam. Hát most ez az, hogy az a kérdés most gyakorlatilag, hogy meddig tartom magam futónak. Hát most jól hangozna, hogyha azt mondanám, hogy az idők végezetéig, hát legyen addig, tehát tudom. Tehát én nem gondolkodom. Én most futó vagyok, most futok, holnap is futni fogok, meg holnap után is. Szerintem nem. Szerintem mindig most már. Hát akkor kössünk egy üzletet, hogy 10 év múlva is, és 20 év múlva is, és 30 év múlva is beszélünk erről, jó? Jó, hát a 30 év múlva én már azért, hogy van 47, meg 30, hát az még úgy 8, hát az még 5, 8, 77, hát az még talán. Hát vannak a magyar mezőnyben egyébként nagyon szép korú futók, tehát bőven 80 fölötti futókat is ismerünk, és hát miért ne? Hát úgy legyen, bárcsak úgy lenne. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!